Üdvözöllek a Tudatos Teremtés csatornán, engem Vivinek hívnak, és minden héten új videókkal várlak. Többet tudhatsz meg saját magadról, a spiritualitásról, tudatosságról és az önfejlesztésről. A mai téma pedig a gondolatok teremtő ereje. Az, hogy miért van, hogy valaki azt teremti, amit szeretne, és van olyan, akinek valahogy nem akar sikerülni. A gondolatoknak hatalmas erejük lehet. Hogyha megfelelően használod őket, akkor segíteni fognak, viszont hogyha nem, akkor folyamatosan akadályozni. Na de ez miért is van? Felkelsz, és mondjuk eldöntöd, hogy majd csodálatos napod van, vagy éppen vizualizációval kezded a napod, elképzelsz egy boldog párkapcsolatot, vagy elképzeled magad álmaid házába. Ez egy nagyon jó dolog. De ezt mondjuk tart egy pár percig. Viszont mi történik utána? Abban a pár percben, ameddig vizualizáltál, tudod, hogy mi zajlott a fejedbe, tudod azt, hogy hogyan is érezted magad, viszont utána folytatódik a nap. És te tudod, hogy mi zajlik a fejedbe? Onnan, ahogy reggel felkelsz, estig a legtöbb embernek folyamatosan pörögnek a gondolatok a fejébe, és nem is tudja, hogy mi zajlik ilyenkor. Tehát lehet, hogy reggel 5 percet vizualizáltál, és elképzelted azt az életet, amit szeretnél élni, aztán ez mondjuk tényleg tartott 5-10 percig. És utána órák hosszat lehet, hogy akadályoztad saját magad a saját gondolataiddal, de nem is tudsz róla, mert fogalmad sincs, hogy mi zajlik a fejedben. És közben nem érted, hogy miért is nem látod azokat az eredményeket az életedben, amit szeretnél. Csak is akkor lesz hatásos, csak is akkor lesz igazán olyan ereje, ahogy te szeretnéd, hogyha tudod, hogy mi zajlik a fejedben, mivel csak akkor fogsz tudni változtatni, és csak is akkor fogod tudni, hogy mit és hogyan teremtettél, hogyha tudod, hogy milyen gondolataid voltak, és ilyenkor hogy érezted magad. Tehát csak is akkor lesz hatásos, hogyha tudod, hogy mi zajlik a fejedbe, és szép lassan elcsendesíted az elméd. Hogyha ilyenkor vizualizálsz mondjuk 10 percet, és igazán érzed, hogy mit vált ki belőled ez a gondolat, utána elengeded, és marad a csend, akkor lesz igazán hatásos az, amit vizualizáltál, mivel utána más gondolatok nem fognak akadályozni. Hogyha tudod, hogy mi zajlik utána a fejedbe, akkor tudhatod, hogy mivel akadályozod saját magad, és minél inkább odafigyelsz a gondolatokra, és nem azonosulsz velük, csak engeded, hogy jöjjenek és menjenek, csak megfigyeled őket, annál nagyobb lesz a csend az elmédben, és ilyenkor egy-egy gondolat sokkal erőteljesebb és hatásosabban fog teremteni. Mivel most is teremtenek a gondolataid, csak most az a zaj, ami zajlik a fejedbe, az teremt. Az a zaj, amiről azt sem tudod, hogy micsoda. Az teremti az életedet. Egy zajos elmével, abból a káoszból nagyon nehéz lesz azt teremteni, amit szeretnél. Viszont, hogyha elcsendesíted az elmédet, és tudod, hogy mi zajlik a fejedben, akkor sokkal egyszerűbbé válik minden. Elkezdhetsz meditálni ma, és tudatosabbá válni. Ha nem, akkor maradhatsz a gondolataid, és a saját általad kreált körülmények áldozata. Ez a te kezedben van. A te kezedben van ez a döntés is. Hogyha szeretnél változtatni, akkor magaddal kell kezdened. Neked kell változnod, az elméddel kell kezdened. Vedd a kezedbe az irányítást most, és válj tudatosabbá. Kezdj el meditálni, kezdj el odafigyelni magadra, hogy mikor mi történik veled, mikor éppen mint gondolkodsz, éppen hogy érzed magad, és mondjuk miért érzed magad úgy, ahogy. Milyen a testhelyzeted, mit csinálsz éppen most, és közben milyen gondolataid vannak. Ha ezeket tudod, akkor tudod, hogy mit teremtesz. És ilyenkor meg tudod választani a gondolatokat, vagy teljesen el tudod őket engedni, és így fogsz tudni olyat teremteni, és azt az életet megteremteni, amire igazán vágysz. Tehát nem úgy fogsz tudni teremteni, hogyha most folyamatosan minden egyes nap vizualizálsz 5 percet, aztán a nap többi órájában össze-vissza van a fejed, hanem akkor, hogyha először tudatosabbá válsz, az alapokkal kezded, és utána majd tudni fogsz teremteni. Nagyon remélem, hogy így már érthetőbb az, hogy miért is fontos tudatossá válni, és miért is fontos elkezdeni meditálni, mert nem véletlen beszélek róla ennyit,
hogyha ezeket megteszed, akkor utána képes leszel olyan életet teremteni saját magad számára, amilyet szeretnél. Te vagy minden, te alakítasz mindent, úgyhogy kezd el ma, és nézd meg, hogy hogyan változik meg az életed. Ennyi volt már ez a videó, és nagyon remélem, hogy tetszett. Hogyha szeretnél többet megtudni rólam, akkor nézd meg a másik csatornámat is, Tudatos Egészség néven megtalálod a YouTube-on. Nagyon remélem, hogy tetszett ez a videó, hogyha igen, akkor ide se felejts el feliratkozni és lájkolni ezt a videót. Ha megosztod, azt nagyon megköszönöm, mert még több emberhez eljuthat, és a következő videóig pedig sikeres teremtést kívánok neked!